Sziasztok, ma befejezzük a logaritmusos témakört. Ma a logaritmikus egyenletekkel, egyenlőtlenségekkel és egyenletrendszerekkel fogunk tovább menni kis értelmezési tartományvizsgálattal, hiszen ez nélkülözhetetlen ezekhez az egyenletekhez. Nézzük is az első feladatot, oldjuk meg a következő logaritmikus egyenletet. Mielőtt nekiállnánk a feladat megoldásánál, a legfontosabb dolgunk, amit első körben tehetünk, az, hogy kikötéseket gyártunk. Ugye a logaritmus értelmezése szerint kell eljárni, hogy ugye az A alapú logaritmus B, amelyben A nagyobb, mint 0, A nem egyenlő 1, és B nagyobb, mint 0, ugye ekkora B szám A alapú logaritmusa jelenti azt a valós számot, a kitevőt, amelyre A-t emelve B-t kapunk. Na hát ezt a definíciót fogjuk felhasználni a kikötések gyártásakor. Lássunk is neki. Ugye a B a logaritmus értelmezése szerint, ugye a B-nek nagyobbnak kell lennie, mint 0, szóval akkor rögtön el is kezdjük, hogy gyök alatt x minusz 2 nagyobb, mint 0, és ha mi ezt megoldjuk, akkor 2 x-nek nagyobbnak kell lennie, mint 2, hiszen erre még az is vonatkozik, hogy négyzetgyök csak nem negatív számnak van. Nézzük a következőt. Itt van az x minusz 5, ugye ennek is nagyobbnak kell lennie, mint 0, megoldjuk, akkor x-nek nagyobbnak kell lennie, mint 5, és ugye megtettük a kikötéseket, akkor állhatunk neki a feladat megoldásának. Ugye ez egy tipikus olyan feladat, mikor a logaritmus azonosságokat fogjuk mi felhasználni. Lehet ezt egy kalap, egy füst alatt is elintézni, úgyhogy felírjuk azt, hogy logaritmus, a hármas alapú logaritmus, és ugye látjuk, hogy itt kivonás van, itt meg összeadás, és akkor így kombináljuk a logaritmus első, illetve második azonosságát, és akkor egy füst alatt fel is lehet azt írni, hogy négyzetgyök alatt az x minusz 2 per x minusz 5. Ugye bár itt azt az azonosságot vettük, amelyben ugye loga x-ből loga y nem más, mint loga x per y, és ugye van egy összeadásunk, akkor ezt az egészet meg kell szorozni még kettővel, mondjuk itt ide is, és akkor ez egyenlő nullával, de mi már azt rögtön tudjuk, hogy bárminek a logaritmusa nulla, akkor az biztos, hogy a b helyett egyet fogunk írni. Ugye hármas alapú logaritmus 1 az 0, de lehetne itt 4-es alapú logaritmus 1, az akkor is 0 lesz. Egy füst alatt így fel lehet írni, de ha nem jut egy eszünkbe, vagy egy kicsit bonyolultnak tűnik, akkor részletezhetjük is mi ezt a feladat megoldását, akkor tegyük is meg, de ugyanehhez a végeredményhez fogunk jutni, hogyha nem jut eszünkbe. Szóval hármas alapú logaritmus, felhasználjuk a logaritmus második azonosságát, azaz x minusz 2 per x minusz 5, és akkor hozzácsapjuk még a log 3, 2 egyenlő log 3, 1-el. Most tehetjük azt, hogy ugye itt van az összeadás, akkor eljutottunk a logaritmus azonosság első részéhez, tehát gyök x gyök alatt x minusz 2 per x minusz 5 ször 2 egyenlő log 3 1-el, és ugye eljutottunk, hogy a serpenyő bal, illetve jobb oldalán egy darab logaritmusát, így kiírhatjuk azt, hogy szigmon, és ez miatt elhagyható a logaritmus, és egy egyszerű egyenlethez jutottunk, amit szépen meg kell oldani. Ez már nem okoz senkinek sem gondot. Ugye négyzetre emeljük, és akkor szépen egy más, biztos, hogy egy másodfokú egyenletet fogunk kapni. És akkor ezt megoldjuk x1-2-re. x
x1-re azt kaptuk, hogy 11, x2-re pedig azt kaptuk, hogy 3, és mi ezért a feladat elején gyártottuk a kikötéseket, mivel rögtön látjuk, hogy az x2 egyenlő 3 nem megoldása az egyenletünknek, mivel az x-nek biztos, hogy nagyobbnak kell lennie, mint 5, tehát az x1 a megoldása, ennek a logaritmus egyenletnek a megoldása 11 lett. Nézzük a másik feladatot. Határozd meg a kifejezések számértékét, nem kell kikötéseket kötnünk, hiszen nincs ebben az egyenletben semmilyen ismeretlen, ezért szépen megoldjuk a logaritmus azonossága szerint, méghozzá a harmadik azonosságot fogjuk venni. Emlékeztetőjéről én ezt az azonosságot gyorsan kiírom, a alapú logaritmus x a k-adikon, az nem lesz más, mint k-szor alapú logaritmus x, tehát ezt az azonosságot fogjuk használni. A hármas szorzót azt bevisszük a hetes fölé, ugyanígy járunk el itt is, ez lett 27 a harmadikon, és ezt egyszerűen ki lehet számolni, méghozzá, ha valaki nem emlékezne rám, akkor ezt úgy számoljuk ki, hogy log 7, 7 a harmadikon egyenlő x-el, tehát darabonként, ugye 7 az x-ediken, az nem lesz más, mint 7 a harmadikon, ugye az exponenciális egyenlet szigorú monotonitása miatt ennek a megoldása x egyenlő 3 lett. Így járunk el a következőnél is, hogy 3 az x-ediken egyenlő 27 a harmadikon, 3 az x-ediken nem lesz más, mint a 27-et felírjuk a 3-as hatványaként, az 3 a harmadikon, szor 3, 3 szor 3 az 27, tehát az x egyenlő itt 27-tel, és 3 plusz 27, ennek a kifejezésnek a számértéke 30 lett, és meg is oldottuk a feladatot. Nézzük a következőt. Oldjuk meg a következő egyenlőtlenséget a valós számok halmazán. Itt biztos, hogy kikötést kell tennünk, mivel szerepel a logaritmusokban x-es tag, tehát ismeretlen. Ugye itt nem kell kikötést kötni, itt minden ismert. Erre kell kikötést kötni, hogy a 2x plusz 1 annak biztos, hogy nagyobbnak kell lennie nullának, ezáltal x-nek nagyobbnak kell lennie, mint mínusz 1 ketted, és ez alapján fogjuk megoldani mi a feladatot. Ugye nincs sok tennivalunk, ugye azonos alapú logaritmus és egy-egy darab van mind a bal, mind a jobb oldalon, ide írjuk azt, hogy szig. Mon, elhagyjuk a logaritmust, és akkor egyszerűen 1 nyolcad nagyobb, mint 2x plusz 1, és akkor ezt fogjuk mi megoldani, mínusz 7 nyolcad, ha kivonunk belőle egyet, ugye megfordul a relációjel, itt erre nagyon vigyázzunk, egyenlő 2x-el, elosztjuk 2-vel a bal oldalt, azt kaptuk, hogy mínusz 7 tizenhatod, kisebb, mint x. Nézzük a következőt, ezt is ugyanígy fogjuk megoldani, mint az előzőt. Kikötést fogunk tenni, mint 3-ra, hiszen mint 3-ban van x-es tag. 7 plusz x nagyobb, mint 0, ezáltal az x-nek nagyobbnak kell lennie mínusz 7-nek, nél az x mínusz 3-nak is nagyobbnak kell lennie nullánál, ezért az x-nek nagyobbnak kell lennie, mint 3, és a harmadik ugye a 2x plusz 3-osnak is nagyobbnak kell lennie, mint 0, ezért az x-nek nagyobbnak kell lennie, mint mínusz 3 ketted, és ha megnézzük ezt a három kikötést, akkor ebből már rögtön meg lehet látni azt az intervallumot, amelyben ezek a kifejezések értelmet fognak nyerni, méghozzá, hogy az x-nek biztos, hogy nagyobbnak kell lennie, mint 3. Szóval ez lesz a nyerő, hogy az x-nek nagyobbnak kell lennie 3, mert ugye mínusz 7-nél is, meg mínusz 3 kettednél is nagyobbnak kell lenni, szóval a 3-nál nagyobb számok lesznek ennek a feladatnak a megoldásai. Hát szépen oldjuk meg, a logaritmus azonossága szerint fogunk eljárni, méghozzá
az első azonosságot fogjuk itt is használni. És ugye mind a bal, mind a jobb oldalon egy darab logaritmikus kifejezés szerepel és azonos alapú, ezért a logaritmus most már elhagyható, és akkor egy sima egyenletet fogunk kapni. Ezt én már gyorsan össze is szorzom. És akkor, ha ezt szépen rendezem, akkor egy másodfokú egyenletet fogunk kapni, amely úgy néz ki, hogy x négyzet plusz 2x mínusz 24, kisebb egyenlő, mint 0, és ezt a másodfokú egyenletet fogom megoldani x1, 2-re. És ha megoldom, x1-re azt kapom, hogy 4, az x2-re meg azt kapom, hogy mínusz 6, és ha értelmezési tartomány szerint ugye én ezt leírom, hogy 3-as a minimuma ennek a egyenletlenségnek, és ugye megkaptam a 4-et, akkor így is le tudom írni, ha értelmezési tartományt nézem, és akkor ebből látszik, hogy ennek a feladatnak a mínusz 6 biztos nem a megoldása, csak is a 4 a megoldása. De ha mondjuk itt x1 egyenlő 2 jött volna ki, akkor sem tudtuk volna elfogadni ezt a megoldást, mivel a kikötések során definiáltuk, hogy az x-nek nagyobbnak kell lennie, mint 3. Szóval a feladat megoldás, akkor ne dőljetek bele ennek, hanem mindig nézzétek meg a kikötést, ezért fontos a feladat megoldása előtt kikötéseket tenni. Nézzünk egy kis egyenletrendszert így a végére. Itt található az első egyenlet, itt a második egyenlet, és ezt a szokásos módon fogjuk mi megoldani. Kifejezzük az első egyenletet, hiszen ez tűnik könnyebbnek, ezt bonyolult lenne ebből kifejezni bármit is. Rendezzük az első egyenletet, az lesz a kulcs ennek a feladatnak. Ha elkezdünk rendezkedni, méghozzá úgy, hogy x plusz y per x mínusz 2 egyenlő 2, ebből kifejezzük vagy az x-et, vagy az y-t. Én úgy döntöttem, hogy kifejezem az x-et, az x nem lesz más, mint 3y. És ha kifejeztem egy értéket, mondjuk az x-et ugye y-ra, x egyenlő 3y, azt, mint ahogy az sima egyenletrendszereknél, visszahelyettesítem a másodikba. A második lépés tehát, hogy a 3y-t visszahelyettesítjük a másodikba. És akkor simán csak be tudjuk helyettesíteni az x helyére 3y-t. És akkor itt egy logaritmus azonossághoz jutottunk még hozzá az elsőhöz, ez alapján mi ezt, ha itt felbontjuk, ugye ez lett 4y, ez meg 2y, akkor itt azt fogom kapni, hogy 4x2 LG az 8y egyenlő LG2-vel, ugye szigmon, azonos alapúak ezek a logaritmusok, és mind a bal, mind a jobb oldalon egy-egy logaritmus kifejezés van, ezért ezt szépen meg tudom én úgy oldani, ugye ez 8y négyzet lett, mivel 4y-szor 2y négyzet a logaritmus azonossága szerint ezt itt lehagytam. Szóval akkor az lett, hogy 8y négyzet egyenlő 2-vel, és akkor ezt szépen mi megoldjuk y1, 2-re. A megoldás az lett, hogy ebből lett plusz-minusz 1, 2-et, hiszen négyzetes kifejezésből, ha gyököt vonunk, ugye az lehet mínusz és pluszos kifejezés is. Az y
ra ezt kaptunk, hogy plusz egy kettet, vagy mínusz egy kettet. Ha ez megvan, akkor ezt visszahelyettesítjük ide. Megkaptam azt, hogy y1,2 plusz vagy mínusz 1,2-et, nincs más dolgunk, mint visszahelyettesítünk ide az x egyenlő 3y-ba. Ha x volt 3y, akkor ez nem lesz más, mint 3-szor plusz mínusz 1,2-et, azaz ennek a feladatnak a megoldása nem más, mint plusz mínusz 3,2-et. Mehetünk a következőre. Oldjuk meg az egyenletrendszert a valós számok halmazán. Ugye kikötést kell tennünk, hogy az x-szer y nagyobb legyen, mint nulla, és megoldjuk ezt a feladatot az előbb ismertetett módon. Ugye a felsőből fogjuk mi kifejezni vagy az x-et, vagy az y-t, amely könnyebbnek tűnik, a logaritmusoshoz inkább ne nagyon nyúljunk, mert nem tudunk vele mit kezdeni. Szóval az első kifejezésből ki fogjuk fejezni vagy az x-et, vagy az y-t. Szóval akkor rendezzük az első egyenletet. Kifejeztük az x-et, 3y plusz 6 lett, és ezt fogjuk visszahelyettesíteni minden egyes x helyére a második egyenletbe. Szóval akkor csak írjuk szépen őket vissza. Ugye itt egyenlő 2 van, ahhoz, hogy mi ezt meg tudjuk oldani, ezt a feladatot, a kettest kell nekünk 3-as alapú logaritmusra írni, azt pedig ugye már az előző videómban megmutattam, hogy hogy kell. 3-as alapú logaritmust kell nekünk gyártani a kettesből, hogy értékében ne változzon, ez pedig nem lesz más, mint ha 3-at fölemelem a másodikra, akkor megkapom az x-et, szóval log 3y négyzet plusz 6y egyenlő lesz, a kettest 3-as alapú logaritmusba átírjuk, akkor log 3 9-et fogunk kapni, és most már ideírhatjuk, hogy szigmon, és ezt az egyenletet kell megoldani, hogy 3y négyzet meg 6y mínusz 9 egyenlő 0, egy másodfokú egyenletet. Megoldjuk y1,2-re. Azt kaptam y1-re, hogy 1, az y2-re pedig, hogy mínusz 3, és a megoldásból látszik, hogy nagyobbnak kell lennie, mint 0. Szóval akkor a szorzatnak az biztos, hogy ez lesz a megoldása az y1 egyenlő 1-nek.